Ez nem saját tapasztalat, hanem a csoportom, a több olyan illető is volt, aki több egyéb probléma mellett komolyan asztmás is volt, annyira, hogy sok pipát használták, és hát nem akarták elérni, hogy le lehet tenni azt a pipát. De mondom, csak legyetek türelemmel, és megpróbáljuk letenni a pipát. És akkor első lépés mindenkinél az volt, hogy cserélje le a kávéját. Alapba a ganoderma, spirulina mindenkinél, mert ezek alaptermékek, tehát ez ahhoz, hogy a szervezetet rendbe tegyük, erre nagyon szükség van. Ha nincs problémája, akkor is az embernek erre nagyon szüksége van. És akkor célzottan az allergiára és asztmára a cordyceps, illetve a fekete kömény. És ez a két termék az alaptermékeken kívül annyira jó hatással volt, két ilyen tapasztalatom is van, hogy egy fél év alatt eljutottunk oda, hogy letették a sópipát, hogy nem kellett se gyógyszer, se pipa. Hogy ez egy borzasztó nagyon jó érzés, mikor jöttek azzal, hogy nem kell a pipa. Tehát nagyon jó volt hallani. És akkor még volt az egyiknél, az annyira allergiás volt, az egész arca be volt pirosodva, mindig piros volt az egész orra, egész arca, és ez a pirosság is egy jó fél év után elmúlt az arcáról, most már teljesen normális, szép az arcbőre neki. Nyilván nem lehet a termékek szedését abba hagyni, mert akkor ezek a problémák visszajönnek, tehát ez nem olyan, hogy kigyógyul belőle teljesen, mert ha abba hagyja, akkor ugyanúgy visszaesik, mert nyilván a külső hatások ugyanúgy érik az embert minden nap, és hát akkor újra visszaesik abba az állapotba. De szépen el lehet, aki, tehát van lehetőség, aki asztmás vagy allergiás, az nagyon sokat szenved, de ezekkel a termékekkel szépen ezt meg lehet előzni, hogy ne szenvedjen.